Ilyetva, ma egy ilyen csodás kis tartalmat fogunk készíteni az itt látható konzerv dobozokból Viktor segítségével. Sziasztok! Szia, Nóri! Mit fogunk ma csinálni együtt? Szia, Viktor! Ma egy ilyen kis tartalmat fogunk csinálni. Tulajdonképpen nem csak tartalmat lehet, hanem bármit áramhatunk belőle, hiszen ebből a konzerv dobozból fogjuk elkészíteni. És mivel vízálló, akár vázként is funkcionálhat. Mire lesz ez szükségünk? Tehát van ez a konzervdoboz, látok itt ólókat, meg szövetanyag. Igen, ez a kettő konzervdoboz, amire szükségünk lesz. Az egyiket megkapod te, a másik pedig ennyi lesz. Választ kérlek egy ólót is. A sárga kérlek. Oké. Kellemi fog hozzá egy olló, illetve egy anyag. Jó. Ezen kívül kellene fog hozzá még kettő ilyen kis karika, amit gumilapból vágtunk ki. Jó? Segítségképp ezt már kivágtam. Köszönöm, köszi. Jó. Illetve különböző díszítő anyagok fognak kelleni, amit elég majd akkor elővennünk, hogyha elkészülünk nagyjából a alappal. Rendben. Oké, mi az első lépés egyébként? Az első lépés, hogy a kezembe vesszük ezt a kis konzervdobozt, kihajtjuk az előttünk lévő szeletet. Igen. Teljesen vagy így félbehajtva? Teljesen lehetőleg. Lelóghat az arról, nem probléma. Tulajdonképpen annyi a cél, hogy a konzervdobozra megfelelő méretű szövetet vágjunk. Elfektetjük a dobozt. Igen. Aha. És elkezdjük feltekerni rá a szövetet. Tehát feltekerjük rá a szövetet? Nem teljesen, hanem amíg itt ez a része hozzáér az asztalról lévőhöz. Igen. Oké. Tekerjük rajta egy 2 centit. Igen. És vágjunk ide egy picit, hogy tudjuk, hogy hol kell levágni. Lehet, hogy a másik oldalon. Na, jó, minden. Jó, tehát vágunk bele egy 2 centit. Rendben, Nóri, akkor én bevágtam az oldalát, ahogy mutattad, hogy megjelenjük, hogy jól kell majd levágunk az anyagot. Oké, most kihajtogatjuk. Igen. Jó. Ugye itt van a vágás, hogy a vágás nyugodtan el lehet tolni majd, hogy nem az asztal végén. Rendben. Oké? Igen. Nekem itt van a vágásom, úgy állítom, ahogy neked van. Ide hozzámérem a konzervdobozt, nagyjából egy 2,5 centinek kellene lelógnia. Kicsit itt, hogyha arrébb viszem. Jó, hát ezt a kis szemetet arrébb. Tehát a szövet szélétől 2,5 centi? Mhm, uh-huh. Igen. Hát, körülbelül így, igaz? Igen. Oké. És akkor én ezt ide állítottam. Ide állítottam a 2,5 centit. És itt is beállítottam a 2,5 centit. Így levágni, nem ott kell levágni, hanem ide is hozzá számítasz 2-2,5 centit, és így fogod levágni. Ja, itt, aha. Aha, jó. Így is el kell levágni. Uh-huh. Ez nagyon jó. Rendben. És egyébként Nóri, egy kérdés, tehát ezt mondjuk adhatom karácsonyra akár bárkinek, vagy úgy azért a családban megköveznek egy ilyen beállítók, mit gondolsz? Ezt szerintem nem, tehát hogyha szeretik a kézzel készített, tényleg személyre szóló ajándékot, nyugodtan lehet. Jó, én levágtam ezt a részt. Oké, akkor őt, igen. Ami megmaradt, félre is tehetjük, hogy ne legyen munka nekünk. Na, nagyon jó. Jó. Hát nem egy művészi alkotás, meg is mutatom nektek, de bízom benne, hogy jó lesz. Hát jönnek megfelel. Oké, ugye nézzük meg, ennek az anyagnak van egy fényes oldala, egy sima, illetve egy kicsit erőteljesebb tapintás. Igen, igen. Jó, nekünk a sima felével lesz kifelé. Kifelé lesz megkapni? Nem. Igen, igen, kifelé. Tehát az érdesebb felületnek kell fölfelé néznie. Jó? Ez a fényesebb. Az érdesebbnek kell fölfelé néznie itt, hogyha leterítjük az asztalra. Így. Oké. Okay. Így, oké. Okay. Fogjuk a konzervdobozunkat, rátesszük, és ragasztó pisztoly használatával föl fogjuk ragasztani az egyik oldalát ennek. Itt a vég. A csodákat. Oké.
lehúztunk egy csíkot. A művelet tervezéshez javasolt a ragasztópisztoly használatot. Igen. Előtte is úgy látom. Jó. Ide elmegad nekünk szépen. Elsimogatjuk. Megfogod a másik oldalát. A szövetnek behagyunk egy kicsikét. Jó? Tehát, hogy ne az látszódjon, hogy ilyen kis csúnyán vágtuk, hanem szépen látszódjon. Jó, rendben van. Nem akarjuk. Szerintem itt akkor egyelőre ennyi. Oké, Lóri, tehát akkor ráragasztottad a szövetanyagot? Igen, ráragasztottam a szövetanyagot, és azt szeretném kérni, te is ragasztod a sajátodra. Innen egy kicsit elpakolok, hogy jobban elférj. Rendben. Jó. Lerakom a már kész toltartót. Most egyelőre nem fog nekünk kelleni. Meg is összegyűjtem. Oké, és átadományozom ezt a ragasztóbiztonyt. Nagyon jó. Tehát, ha jól láttam, az első művelet az volt, hogy beragasztóztuk a konzervdobozunk oldalát. Igen, egy csíkba. Egy csíkba, rendben van. Mennyi ragasztott egyébként, Nóri? Annyi, amennyi teszel, az pont tökéletes. Tehát egy nyomásnyit húzunk. Tehát végül. Egy nyomási ragasztó akkor elég rá. Igen. Jó, ezt visszahasonlom neked. Hova kell akkor a szövetet illesztenem? Konkrétan, hova tegyem? A széléhez. Ide? Uh-huh. Igen. Nem, nem. És akkor, amikor kicsit tartanál nyomom, hogy megtapadjon, és utána visszahajtom a dobozt, húzom a szövőt, és így ráhajtom. Ráhajtod, és egy kicsit itt végig is simogatod rajta. Simízzük. Ó, nagyon kicsit. Ez jó. Igen, megsimogattam. Oké. Okay. Ez a részletkész is van. Most az a feladatunk, hogy ezt a másik oldalát is ráragasztjuk a dobozonak. Tehát ugyanezt eljátszuk. Még pedig úgy, hogy itt egy kicsi részt behajtunk rajta. Kicsit meghúzhatjuk, bár ennél az anyagnál, amire nem számít, hogy mennyire van meghúzva. Behajtottuk. És ide ráillesztjük ügyesen. Uh-huh. Látod, hogy hogyan? Igen, de nem teszünk alá ragasztót? De, teszünk. Viszont ezt egy kicsit máshogy, mivel ez egy nagyon fényes és csúszós anyag, ezért itt benyomjuk alá a ragasztót. Máriám! Nem kezdődött félni. Nem félek. Csak retteg. Nem baj, nem baj. Ezt ha hazaviszem, akkor jó lesz. Jó. Sikerült már? Igen, mindjárt sikerülni fog. Jó. Azonnal sikerült, csak néztem, hogy te hogy csináltad, aztán én is meg fogom csinálni. Jó, tehát behajtottam igen. Két szélét, így, és ráhajtom a dobozunkra. Igen, ráhajtod a dobozra. Ez lehet, hogy annyira nem fog menni. Ne hajtsd be, Viktor. Akkor azt mondom, ne hajtsd be. És igen. Tedd rá a dobozra. És hogyha ezt így csinálom? Úgy is csinálhatod, egészen idáig. És akkor, ha már rátegeltük a dobozra, igen. Akkor most hajtsd be, megfogom a két szélét. Uh-huh. Most hajtsd be. Oké. Okay. És itt, hogyha megint helyett össze megint csak. Csak időkérdés, amennyi fog múlni. Jó, akkor tudod, mit csinálunk? A legegyszerűbb megoldás, hogyha használjuk már most a ragasztóbiztonyt. Igen. Kérlek, engedd el. Ide nyomunk egy pöttyöt. Ide nyomunk egy pöttyöt. Meg ide. És most hajtsd be, légy szíves. És nyomod rá. Ha akartok egy jó pokejoki megoldást, tessék. Itt a lehetőség. Okay. És most kell ráhajtanunk majd, igaz? Ahogy mutatta. Pontosan, úgy kell ráhajtanunk. Így. Így. És mintha araszba fognál, a konzervdoboz két oldalát fog meg. Hogy a többi újabb szabad legyen. Úgy. Jó, tehát ezt így képzeljétek el. Most így tartom, nekem így sikerült megfogni.
Sikerült, csak az a baj, hogy mindezt egy kézzel kellett volna megoldani. De én két balkán is vagyok. Jó, próbáljuk meg. Jó, de most itt van hely, rakhatunk bele ragasztót. Jó, hát de akkor csak én tudom bele ragasztót. Várjál, és így fogom meg. Úgy. Jó, ja, így. Aha. Ja. Igen, itt a ragasztó pisztoly. És akkor ide toljam, oda bele toljam. Igen. Bele. Igen. Oda bele. Toljam bele ott, igen. Toljam bele oda. Jó, bele tolom. Oké. Ha jön a ragasztó. Nem akar jönni? De jön még az. Oké. Beletoltam. Nagyon ügyes vagy. És szerintem itt ennyi. Nem, még nem ennyi az egész. Ebből a kis félig kibontott szaloncukorból még valamit oldalból is össze kéne hozni. Azzal fogjuk kezdeni, hogy a konzervdoboz alját azt az asztalra helyezzük. Igen. Jó. És ide belőle a konzervdoboz belsejére fogunk nyomni ragasztót. Jó. A következő féleképpen megfogjuk a ragasztódat. És ide valahova a szélére, de belőle nyomunk egy kis ragasztót. Jó. Közben, hogyha ügyesek és gyorsak vagyunk, egy kicsikét bevághatjuk itt a tetejét az anyagunknak, hogy könnyebben is tetejét tudjuk beleragasztani. Bevágjuk, ragasztjuk. Értitek? És szépen belerakosgattuk tulajdonképpen az anyagunkat. Jó, ez így néz ki. Ez még annyira nem tökéletes, ezért fogjuk használni ezt a kis folyékony ragasztót. Ez ilyen express ragasztó. Na nem szállad olyan gyorsan, mint a pillanatragasztó, de nem vészes. És a külsejére nyomunk ennek az anyagnak ebből a ragasztóból. És ilyen kis mocskos meló következik, mert rásimogatjuk a kezünkkel. Végtel ezután kézmosás szükséges lesz. Jó. Egyébként ezeket az ebay-en rendel? Miket? A ragasztót, a ragasztópisztolyt, a ragasztót bele. Nem nagyon. Nem jellemző. Inkább a ragasztópisztoly, amit néha, de sokkal drágább én itthon. Tehát néhány dologval ki lehet fogni az olcsót ebay-en is. Ilyen kis gyöngyök. Tapasztalat, aki innenek egyébként jó cuccokat csinálnak ilyen szempontból, inkább a hazait érdemes venni. Inkább a hazait venném. Aha. Érdemes egy kicsikét a márkára figyelni. Vagy ha nem is a legmárkásabbat megvenni, de egy erős középkategóriásat. Oké. Jó. Meg is van. Okay. Akkor neked is ez lesz a feladatod. Jó. Én azt ajánlom, hogy te először vagdosd be. Igen, ez egy jó ötlet. Vagdosom. Négy ötlenyen, igaz? Aha. Menj, teljesen az aljáig? Teljesen az aljáig mehet nyugodtan. Jó. Közben én még egy picit javítgatom, mert néha nem lesz elég választó. Jupa, konzervatlan kéne. Hát ezt nem is fogod tudni. Olyan most, mint amíg szétszakadtam a cső eleje, így lifeg össze-vissza. Na és akkor most ragasztóznak a belső részét, felemet, igaz? Ez egy kicsikét hosszabb lett, mint 2-2,5 centi, úgyhogy én azt ajánlom, hogy vágunk be egy kicsit belőle. Aha, jó, tehát mondjuk a felét? Mondjuk a felét, igen, igen. Sokkal egyszerűbb dolgunk lesz. Szemértéken határtalan, látjátok? Hát határtalan, valóban. De se baj. Vagy mértéktelen. Csak ugye már a szó vicceknél tartunk. Közben a szemetet én elpakolom. Mindenhogy nyer a figyelmet a csodás alkotásodról. Köszönöm. Oké. Na, levágtam, amit le kellett. Igen. Most mi a következő lépés, emlékszel? Igen. Ha jól vágtam, akkor ez a fején kutyival kentük végig a szövetet. Nem egészen. Először jön a ragasztópisztoly, amivel rögzítjük a szövetet. Jó? Azt pedig a belső peremére, vagy az erre? A perem alá tulajdonképpen. Ismétek a viccet, nem? Alunkat perem alá. Ennyi. Hát igen. Jó esetben. Jó esetben. Azt a beszedbe megoldjak, szükség kívánja. Próbáljuk meg megőrizni szabad tisztaságunkat. Igen, ez egy hasznos dolog. Előnyös inkább úgy kéne mondani. Okay.
Na, körbe jött a ragasztó. Fantasztikus. Szerintem is. Most kell az, hogy behajtom, de behajtásnál behajtoltam. Csak szintén ráhajtom? Egyet behajtasz, felrakodod. Igen, ó, de jó meleg. És igen, egy kicsit forró, és akkor folytatod a következőt levágott kis darabban. Uh-huh. Jó. Jó nyomkod oda. Jó, a kész ügyességen szólok előre. Nem minden van persze. Szeretjük az önidóniát. Ezt a részt is így kényelmű, csak így igen, hajtsam be? Igen. Ha nem tudod, vagy már elfoglaltad a helyet a többivel, akkor még kaphatsz ilyen ragasztót. Jó, neki! Jó, szerintem elég lesz, Viktor. Hogyha ügyes voltál, akkor elvileg jó lesz. Oké. Okay. És akkor most jön a trutizós része, jó? Igen, tehát akkor trutizzunk. Igen. Ezt végig a szövetem. Egy kicsit ért. Hát ott érdekes lett. Igen. Nem baj. És akkor ezt így körbe a szövet közepén, majd a szélét? Hát, nagyjából a közepén, igen. Én még adjunk egy kis ragasztot, mert elválik a... Elválik? Elválik. Oh. Úgy döntött, hogy elválik. Jó, akkor ide nyomunk. Oda, köszönöm. Ahhoz. Kellemes, meleg. Tüzes. Egy pár másodpercet várni, ami kicsit kívül a műanyag ragasztó. Igen. Már eljöttem. Csak hogy eláruljam, hogy egyébként a mű a páromnak lesz, mert szereti a meglepetéseket, ez tényleg az lesz. Hát ez valóban. És úgy tudom, hogy ez a kedvenc színe. Igen, egyébként tényleg. Ez a kedvenc színe. Jó, akkor most jön a... Mondjuk a kivitelizés annyira nem lesz jó, de... Még ide is csak egy kis ragasztott mondod, légy szíves, mert ott csak fogtam meg. Igazából azért nem jön bele a fehér trutyit, hogy ezeket az apróságokat megfogja. Én biztosan megyek, ez így fog ragadni, és szétese, esik se többet se. Hogy mi? Csak a kettőkedves Viktor. Igen. Szétes, jó, mi? Akkor most jön a fehér ragasztó. Igen. És ezzel végig nyomjuk. Úgy. Egy kis óvatosan. Tehát nem kell nagyon tocsognia, úgy tökéletes. Jó, mikor vonalban. Uh-huh. Jó, tehát ezt így körbe nyomtam. Nem látható volt, és akkor kézzel ezt egy végig kell simogatni? Igen, simogass végig, légy szíves. Uh-huh. Jó. Végig simogatjuk, okay. Simízzük. Még az enyémben is egy kicsike hibázott, úgyhogy én is egy picit megcsináltam. Talán ezzel a szövettel kicsit nehezebb dolgozni, nem? Nehezebb a szív magad meg tapad meg. Igen, mert ez ilyen szatén szövet. Uh-huh. Ez tulajdonképpen egy kis párnahúzat egyébként, amit már nem használunk, mert kicsit szétposztott, már régi volt. Hoppácska. De toltartónak tökéletes. Uh-huh. Oh, mennyire hosszú van rajta? Igen, leszünk. Na, megragad. Ah. Nagyon nem. Maga, hogy így, ilyen mozdulatokat csinál. Igen, csinálok csak. Ez nem hajlandó ragadni. Akkor tegyük még egy kis műanyag ragasztót, jó? Alá rakunk. Oké. Na, elvileg készen van a mű, egyek a felek. Igen, körülbelül a felénél tartunk. Demben Nóri, befejeztük a felső rész megragasztását. Most az alsó rész fog következni. Alsó rész fog következni. Ami kicsikét bonyolalmasabb lesz neked, mint a felső rész. Hiszen? Fogjuk kivitelezni. Igen. Hogy műanyag ragasztó. Igen. Felveszik a kis maradékokat. Nyomunk egy kis pöttyöt a szélére. Ide nyomunk egy kis pöttyöt. És behajtjuk egy helyen. Jó? Igen. Nyomunk egy következő pöttyöt, ezt már az anyagra. Az sem baj, hogyha lemegy a konzervdobozra. És behajtunk rajta még egyet. Jó, és így szépen sorban haladunk tovább. Csak nagyon jó, hogy ez a ragasztó.
És nyomunk egyet. És hajtunk is. Nem baj, hogyha középen marad egy lyuk, mert arra fogjuk használni ezt a kis gumibarikát, hogy ide fogjuk berakni. Igen, és nyomunk egyet. És tulajdonképpen ennyi lesz. És ha ezzel is végeztünk, akkor szépen körbe nyomjuk. Hát egy olyan másfél-két nyomást teszünk rá. És beleragasztjuk a gumikarikát. Jó, hát akkor beleragasztottál mindent, átettél mindent, akkor most már kellünk az enyémbe. Mi volt az első lépés? Ragasztó pisztolya, tettél egy pöttöt bele a konzervbe? Igen, egy pöttöt. Egy pöttöt, tettél egy pöttöt. Jó, egy pöttöt teszünk bele, egy pöttöt. Igen. Oké. Tettem bele egy pöttöt. Rendben. Most ráhajtom az anyagot. Igen, az egyik. Egy ilyen kis csipetnyi anyagot. Csipetnyit, egy új nyit. Ráhajtok. Igen. Ráhajtottam az anyagot. Most megint rá teszek el egy pöttöt. Pöttöt, valahova a konzervdobozra és a szövetre, hogy mind a kettőre menjen. Nyugodtan mehet egy picit nagyobb pötty, erőteljesen. Úgy, az egy erőteljes pötty, ez tökéletes. Nyúj, de jó, szeretjük. Igen, jó lesz. Éreztem, hogy tetszeni fog ez a művelet nekem. Az egész téma. Mindig csodás kis pókháló. Igen. Mindig. Jó. Rátettük az anyagot. Hát most már igazából tök mindegy, mert szerintem már megszállott az a ragasztópöty. Annyit elszórakoztunk ezzel a kis szállal. Úgyhogy kicsit segítek rajtad, jó? Ide rakok egy ragasztópöttyöt, és már mit csináljál? Ragaszthatod is rá a következőt. Ja, hogy így rá kell hagyni. Jó. Ráhagyjuk. És akkor így megyünk sorba. Igen. Kérem szépen a pisztolyt. És hogyha egy kicsikét rányomod a pisztolynak a hegyét és úgy húzod el, akkor nem fog ilyen szállat húzni. Na, én hova tegyem a következőt? Oda. De? Oda. Csak teszem a következőt. Úgy. Tulajdonképpen majdnem. Nem fogom valahoz. És a pisztolyt, vagy nem tudom mint. És ezt így erre? Aha. Mert most már legalább nincs bőröd. Nincs. Csak a képemen azon sok. És vastag. Igen. Jó, okay. Tegyünk oda is egyet, Nóri. Megkérlek, mert ezt kicsit leforráztam az ujjamat. Oké, okay, akkor... Megcsinálom, amíg te első segélyben részesített saját magad. Kicsit meleg volt. Kicsit. Igen, előfordul. Okay. Csak azért nem kapom be a számba, mert fáj, meg amúgy sem szabad. Amit szabad megkapni, csak... Hát jó, rendben, Viktor. Szerintem folytassuk a tojásos készítést, az a biztos. Na, tehát milyen lett? Igen. Remélem, hogy jól látható, jól látható. Folytassuk akkor a tojásos készítést. Jó. Mi hiányzik arról? A pármás. Ezt jól be kell ragasztózni, igaz? Igen. Megint ezzel a kedvencemmel. Jól van. Azt nagyon szeretem. Körbe a szövetet, igaz? Igen. Lehet vastagon? Hát én a közepesen. Közepesen. Közepes vastagos legyen? Jó. Igen. Rendben. Oké. Fantasztikus. Csak belejövök és nem éged a szét legközelebb is magam. Ezt nem még meglátjuk. Jó rányomkodjuk gondolom. Igen, akár itt tenyérrel. Úgy. Jó meleg. Most már te örülsz? Na, most már igen, mert nem éged. Szuper!
Oké. Okay. Rendben. Tulajdonképpen szerkezetileg elkészültünk a kis tolhatónkkal. Most már csak a díszítés van hátra. Mit szeretnél rárakni a kedvesednek? Miből választhatok? Választhat egy kis rózsából. Igen. Szatér rózsa, illetve ebbe a kis mélyedben tartogatom azokat, amiből lehet választani. Van kis csillag, halacska, süni, katica, meg egy ilyen, nem tudom, hogy milyen állat. Nem tudom, hogy ti felismeritek-e, szerintem egy béka talán. Nekem ő lesz. Jó, tehát ezt fogja kapni most ön a páram. Igen, őt. Jó. Úgy kéne díszítenünk, hogy ugye itt van az összeillesztés, és az összeillesztéssel szemben pont középen legyen a díszünk. Jó? Itt nagyjából lehet látni. Mutatom, hogy én hogyan díszítem. Jó? Ugye itt van az összeillesztésem, itt lesz szemben. Középre szeretnék rakni egy rózsát. Rányomtam. Fogom a rózsát, és felnyomom. Itt az illesztés, akkor vele szemben, oldalon, középen. Vagy nem középen, ahova szeretnéd, ahogy nem csak egy díszt rakhatsz rá, többet is nyugodtan. Aha, hát nekem bőven egy lesz egy is. Így ráteszünk egyet. Oké. Okay. És gyorsan ráteszem akkor a díszemet. Igen. Én nem sajnálom az ragasztót belőle, oda ragadjon nekem, mert ha elviszem és be fog róla esni, az flama lesz, nem pici. Bizony. Én egyébként még a rózsára úgy döntöttem, hogy ragasztok egy katicát is. Ami a könnyebbség ebben a katicában, hogy felragaszthatós katica, mint ahogy a te díszed is egyébként. Ja. Tehát, hogyha azt most leszednéd, le tudnád szedni, és egy ragasztós felületű lenne a hátulja. Tulajdonképpen az én toltatom így néz ki. Viktor, kérlek, mutasd meg a tiédet is. Fantasztikus. Fantasztikus. Nagyon szép lett. Igen, hát, mesteri. Valamint a tiéd, mert az annyi az túlzás. Van mi dolgunk ezzel a toltatóval? Hát, tulajdonképpen nincs. Tehát már csak a takarítás, illetve elrakodás. Rendben, hát Nori, akkor ez itt ennyi. Nori, köszönöm, hogy megmutattad nekem ezt a csodálatos remek művet. A páromnak biztos, hogy tetszik fel ez a zöld tappancs, poli, valami, garantáltan. Amit láttátok, igen, tehát azért kicsit meleg volt néha a helyzet, de túlélhető. Hát a maradványokat ugye a 6 szintet el kell majd takarítani. Egyébként még egy kérdés, ha már így ezt így okosan megcsináltuk. A háztartásban található hozzá könnyen olyan újrahasznosításból származó hulladékanyag, bármit használhatunk-e? Természetesen. Ezek a konzervdobozok például, ő egy vanászkonzerv volt. Igen? Ő pedig egy babkonzerv volt. Úgyhogy, mint elmondtam a videó alatt, ez az anyag, ez például egy kis párnahúzat volt, de mivel már nem használtuk, ezért felvágtuk és toltáltuk ki. Nagyon jó. Egyébként eszembe jutott, tehát hogyha valaki nagyon unatkozik otthon és úgy döntött, hogy már unja ezt a magától készített valami toltartóként funkcionál, más is használtok, figyeljétek csak. Én vagyok az apákunk. Tehát nyugodtan használhatják ilyen hülyeségekre is, improvizáljátok, hülyeskedjetek. Nori, én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megmutattad nekem, egy élmény volt. A sebészem majd elmondja a többit a részemre, az ujjaimmal kapcsolatban. És köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Páromnak odaadtam az ajándékot. Természetesen megkapta a Noriét. Nem igazán mertem a zöldlábú szörnyel odaállítani. Azért lássuk be, készülök arra, hogy zacskós leves lesz pár évig, ha megnézi majd a videót. De nagy problémák nincsenek. Ja, hát igen, ez a... Láttátok, szóval kicsikét oda van, de túl fogom.